Felvételi 2018, a Nyíregyházi Egyetemen összesen 1088 hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben. Csúcstermés, az alma termesztés jövőjének biztosításához új piacokra van szükség. 10 pollellenőrzések, tehergépkocsikat és buszokat ellenőriznek a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai. A jelentkezési és felvételi adatok aránya az előző évivel megegyező a Nyíregyházi Egyetemen. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az általános eljárás keretében összesen 1088 fő felvételére kerül sor, közülük 922 fő állami ösztöndíjas képzési formában kezdheti meg tanulmányait. Továbbra is kimagasló a pedagógus képzésre felvettek aránya, mely közel a felét teszi ki az összes jelentkezőnek adott tájékoztatást, Ferencini Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettese. A meghirdetett 4 felsőoktatási szakképzés, 20 alapképzési és 1 mesterképzési szak mindegyikét el tudja indítani az egyetem, a 16 meghirdetett tanári szak közül pedig 15 területen lesz első éves hallgató. 2018-ban is az óvodapedagógus volt a legnépszerűbb szak, összesen 108 fő nyert felvételt, melyet a gazdasági, műszaki és informatikai képzési területek követnek, mondta el televíziónknak Ferencini Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettese. Az első helyes jelentkezésekből tud mindig az egyetem kalkulálni, és ezek az arányszámok, amelyeket mi számítunk, nagyon jól alakultak az idén. Abszolút a tavalyi évvel szinkronban vagyunk. Az első helyes jelentkezések arányához képest, vagy számához képest a felvett leendő első éveseink száma ugyanolyan arányt mutat, mint az előző évben, tehát azt hiszem, hogy egy eredményes felvételi eljárásnak vagyunk a végén. Amit még ki szeretnék emelni, a belső szakszerkezet ugye átalakításra került a Nyíregyházi Egyetemen, és ez olyan sikeresen zajlott le, hogy ebben az évben minden meghirdetett szakunkat el tudunk indítani, akár levelezős, akár nappal is, de legtöbb esetben mindkét munkarendi formában. Továbbra is népszerű az intézményben a gazdálkodási és menedzsment, valamint a programtervező informatikus alapképzési szak is. A mérnök képzésben a gépészmérnöki és mezőgazdasági mérnöki szakok teljesítettek kiemelkedően. A gépészmérnöki alapképzési szakra felvettek száma meg kétszereződött az előző évhez képest, a mezőgazdasági mérnöki szakra felvettek száma pedig egynegyedével nőtt. Az idén 1088 főt tudtunk sikeresen felvenni az általános eljárás keretében. Ebből nagyon szép eredménye van a Nyíregyházi Egyetemnek, mert 922 fő állami ösztöndíjas képzési formában kezdheti meg tanulmányait. Csak 166 fő fog önköltséges formában jelentkezni, illetve tudni kell, hogy javarészt ezek azok a mesterképzések, ahol már a jelentkezőknek, a felvetteknek van egy oklevele, tehát nem igazán volt lehetőségük az ösztöndíjas formát megjelölni, illetve a másik terület az a gazdálkodási és menedzsment, ahol tudjuk, nagyon magas az államilag finanszírozott bekerülési pontszám, itt van nagyobb költségtérítéses létszám az idén. A sikeres általános felvételi eljárásnak köszönhetően az idei pótfelvételi eljárás során számos szakot tudunk kínálni az érdeklődőknek, tette hozzá az oktatási rektor helyettes. Ezekre jelentkezni a korábbi évekhez hasonlóan kizárólag elektronikus formában lehet a felvi.hu oldalon, melynek határideje 2018. augusztus 6-a. Az alma termesztés jövőjének biztosításához új piacokra van szükség. Ezek felkutatását segítette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. Idén itthon és Európában egyaránt csúcstermés várható, ami ronthatja az árakat és nagyban nehezítheti a hazai alma értékesítését. Országosan átlagosan 550-600 ezer tonna az éves almatermés. A szakemberek azonban sokkal nagyobb mennyiséget várnak az idén. A magyar alma helyzetét rontja, hogy a szomszédos országokban is kirívóan magas hozamra kell számítani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormányzat segítségével éppen ezért új belföldi és exportpiacokat kíván keresni az étkezési minőségű almáknak. A cél, hogy ebből a minőségből eddig piaccal nem rendelkező tétel ne növelje az ipari felhasználású alma mennyiségét, ami a felvásárlási árakat jelentősen lentebb nyomhatja.
valamiért az a szokás alakult ki Magyarországon, hogy a léalmának az ára nagyban befolyásolja az étkezési almának az árát, és ha nagyon alacsony a léalmának az ára, akkor nagyon alacsonyról indul el az étkezés is, főleg úgy, hogy most Lengyelországban is egy csúcs termés várható. A piaci lehetőségek feltárásához az Agrárkamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete felmérést készített a szabolcsi gazdáknál. A NAK ezzel is segíteni kíván a gazdáknak az augusztus végén kezdődő almaszüret előtt a piacok felkutatásában. Már látjuk, hogy azért 40 ezer tonna alma még ilyen pár nap alatti felméréssel is gazdára vár, akinek nincs szerződése és nem tudja, hogy hova fogja értékesíteni. Ezt azért kívántuk gyors ütemben elvégezni, hogy a minisztériumhoz egy olyan kéréssel tudjunk fordulni, hogy akkor látjuk, hogy most már körülbelül milyen mennyiség, és látjuk a fajtákat is, és azért gondolnám, hogy új piacokat kellene keresni, bár nagyon nehéz új piacot, ugye érezzük, az előbb említettük, hogy Lengyelország felől is ugyanebbe az európai piacra szeretnének értékesíteni, mert talán ez hosszú távra is meghatározhatná a Magyarországon, főleg a mi megyeinkben az alma termesztés jövőjét, ha sikerülne új piacot keresni. Az almát augusztus végén, szeptember elején kezdik szedni. Szabolcs-Szatmár Bereg megye az ország almatermésének több mint 2/3 adja az ipari és az étkezési almából is. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség július 23-a és július 29-e között Magyarország egész területén fokozott közúti ellenőrzést végez a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok körében. A Tispol Truck & Bus európai szintű ellenőrzés keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását vizsgálja, tájékoztatott a polisz.hu. Mindkét oldalon kiterelik a teherautókat a 38-as főúton, Nyírtelek és Rakamasz között. A rendőrök a megállított sofőrök papírjait és engedélyeit vizsgálják át először, de velük párhuzamosan a katasztrófavédelem munkatársai is végeznek ellenőrzéseket a járműveken. A háromnapos akció keretében a megye számos területén végeznek majd ellenőrzéseket. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervekhez csatlakozva megyénkben is végrehajtásra kerül a Tispol ellenőrzés, melynek fő célkitűzése a tehergépkocsik, illetve autóbuszok ellenőrzése. Ezen belül a helyszínen a kollégák ellenőrzik a járművezető vezetési és pihenőidejét, illetve hogy a járművezetésre képes állapotban van-e, értve ez alatt például az alkoholos ellenőrzést. Másrészt átvizsgálják a tehergépjárműveket, autóbuszokat, műszaki állapotot ellenőriznek, illetve ellenőrzik a rakományt, illetve a járműen utazó személyeket. A rendőrök a három nap alatt több száz autót, kamiont és buszt is megállítanak, melyeket aztán a társhatósági együttműködés keretében a katasztrófavédelem munkatársai is ellenőriznek, tette hozzá Vajtó Levente. Növekedni fog a jövőben a családi otthonteremtési kedvezmény összege az 5000 lakosúnál kisebb településeken. A kormány ott a használt ingatlanok esetében is jelentős növelést tervez, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Falvak program indulásáról szólva. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az épülő házaknál kedvezmény jár majd a tájegységbe illeszkedő építkezések után, míg ebben a parlamenti ciklusban program indul a kultúra fejlesztésére, játszóterek, sportpályák kialakítására, valamint alapot hoznak létre a mellékút hálózat fejlesztésére is. Gulyás Gergely kiemelte, külön programokat terveznek azon kis települések számára, amelyekben az országos átlagot meghaladta a népesség csökkenés. A célja a Magyar Falu programnak, hogy a falusi létforma és életforma népszerű legyen, hogy a vidéken való állandó lakóhely létesítés az semmilyen tekintetben ne járjon akár a kultúra, akár az életszínvonal, akár a mindennapi közszolgáltásokhoz való hozzájutás terén semmilyen visszalépéssel. Ennek érdekében a fejlesztésekre van szükség, és a Magyar Falu program ezt fogja szolgálni. Időközi polgármester választást tartanak szeptember 16-án Tiszavasváriban, mivel a város korábbi jobbikos vezetője Fülöp Erik április 8-án országgyűlési képviselői mandátumot szerzett a pártja országos listáján.
Fülöp Erik május 21-én mondott le polgármesteri tisztségéről, mivel az összeférhetetlenségi törvény értelmében nem lehet valaki egyszerre polgármester és országgyűlési képviselő. A Fidesz színeiben Szőke Zoltán indul a polgármesteri posztért, az aláírásokat július 30-án kezdik gyűjteni. A legnagyobb probléma a foglalkoztatás. Tiszavasváriban sajnos jellemző a munkahelyek hiánya, és sajnos jellemző az alulképzett munkaerők tömege. Az alulképzett munkaerőt jelen pillanatban egy 600 fős közfoglalkoztatás keretei belül próbálja az önkormányzat megoldani, kisebb-nagyobb sikerrel, viszont a lehetőséget abban látom, hogy olyan munkahelyeket kell Tiszavasváriba hozni, olyan foglalkoztatókat kell megkeresni, akik az alulképzett munkaerőnek nem közfoglalkoztatásban, hanem normális bérért, fizetésért munkalehetőséget biztosítanak, és a képzett munkaerőknek pedig olyan befektetőket, olyan cégeket keresni, megtalálni, akik itt telepednének le, és itt biztosítanak számukra a munkahelyet. Idén 6 új kiadványt jelentetett meg a Józsa András Múzeum, többek között a 2017-es évkönyvet is 2 kötetben. Ez már az 59. évkönyv, ami eddig még soha nem jelent meg 2 kötetben. A múzeum igazgató szerint ez is egy bizonyítéka annak, hogy a múzeumban komoly tudományos munka folyik. A kötetek a múzeumi dolgozók tiszteletére és a múzeum látogatók tájékoztatására, ismereteik bővítésére jelentek meg. A magyarországi múzeumok közül kiemelkedik a nyíregyházi Józsa András Múzeum tudományos munkája. Idén már az 59. évkönyvét jelentette meg az intézmény, ráadásul most először 2 kötetben. Az első rész Juan Cavallo előtt tiszteleg 460 oldalban, míg a második rész tanulmányokat és a tavalyi Tallér kiállításhoz kapcsolódó tematikus összeállítást is tartalmaz 450 oldalban. De megjelent Istvánovics Eszter és a Szegedi Tudományegyetem közös könyve is, amely egy monográfia a szarmatákról. Ez a múzeum 74. kiadványa, míg a Szegedi Egyetemnek az 5. megjelent kötete. A tudományos munka az mindig több évtizedes munka. Hát egy szarmata kötet, mint monográfia, annak az elkészítése egy életnek a munkája. Tehát Istvánovics Eszter régész ezt a kötetet elkészítette, tulajdonképpen ő már 36 éve itt dolgozik, és néztem, a legelső publikációja is 1981-ben már a szarmatákról szólt. De a tanulmányok készítése is nagyon komoly munkát von maga után, ugye, vagy előzi meg, és hát minden tudományos munka ugye egy felkészültséget igényel. És gondolom, hogy az én munkatársaim kellően felkészültek, hogy ugye már 58 éve folyamatosan az évkönyvet meg tudjuk tölteni az ő tudományos publikációikkal. A Munkácsi kiállításhoz kapcsolódóan megjelent egy színes kis prospektus is, amely minden fontos információt tartalmaz a múzeumban már látható és a hamarosan érkező Munkácsi képekről. Kifejezetten a nagy közönség számára állították össze az ad hoc címet viselő könyvet, amely 167 oldalban mutatja be 21 szerző munkáját, arról a 34 műtárgyról, amelyet 2016-ban és 2017-ben választottak a hónap műtárgyának. Nem csak műtárgy leírások vannak benne, hanem tulajdonképpen a tárgyak történetével, életével és egyáltalán megtalálásával kapcsolatos érdekes történeteket is tartalmaz ez a kis kötet. A címe pedig, a címének az a magyarázata, hogy a 2016-17-ben a kis kamara kiállítás keretében a hónap műtárgyaként bemutatott tárgyakat mutatjuk be ebben a kötetben. A kutatóink, a néprajzosok, történészek, régészek teljesen adhok módon saját személyes, szubjektív vonzódásaik alapján válogatták ki a tárgyakat, és a kötet szerkesztői sem kötötték meg az írók kezét, hanem teljesen adhok módon rakták össze ezt a kötetet. A könyvnek több nyíregyházi vonatkozása is van, így bárki számára érdekes és színes olvasmány lehet. Egy hónapon belül 7 gyűrűs farkú maki született a nyíregyházi állatparkban. Az apró kis manókra emlékeztető bébik 4 hónapnyi vemhesség után jöttek a világra, és míg egyes kölykök még leginkább anyjuk hasán vagy a hátán lovagolva töltik mindennapjaikat, addig az idősebbek már a külső kifutóban önállóan ismerkednek. Bővült a létszám a Nyíregyházi Állatpark Madagaszkár kifutójában. Néhány hét leforgása alatt 7 gyűrűs farkú maki, vagy más néven katta született. A csöpségek kék szemmel látták meg a napvilágot, ám most már szivárvány hártyájuk, a felnőttekéhez hasonlóan ragyogó sárga színűvé vált. 5 hónapos korukig anyatejjel táplálkoznak, de 2 hónapos koruktól már gyümölcsökből és zöldségekből is szemezgetnek majd.
Mivel a gyűrűs farkú makik párosodási időszaka kifejezetten egy hónapra esik, éppen ezért pár hét különbséggel jöttek világra az apróságok. Az egyes kölykök még anyuk hátán is hasán tartózkodnak, míg az idősebbek már ismerkednek a külső kifutóval önállóan is. Vannak ikerpárjaink is, de nem kell aggódni ezeknek az anyáknak sem, hiszen dajkodat szövetségben élnek ezek az állatok, ami azt jelenti, hogy egymás kölykét nevelgetik, hordozzák, sőt szoptatják is. A Madagaszkár című animációs filmből ismert állatok könnyen felismerhetőek hosszú gyűrűs mintázatú farkukról, amelyet járás közben magasra emelnek. Madagaszkár déli és délnyugati részén fekvő erdőkben honosak, s a többi makihoz képest sokat tartózkodnak a talajon. Bár vadon élő létszámuk nem ismert, azonban, mint Madagaszkár teljes élővilágát, élőhelyük elvesztése veszélyezteti. Élőhelyük feldarabolódása miatt az egyes populációk elszigetelődnek egymástól, így genetikai állományuk erőteljesen lecsökkenhet, valamint nőhet a beltenyészet mértéke is. Emellett egyes területeken a vadászat is csökkenti állományuk, valamint gyakran fogják be őket, és tartják házi kedvencként. Visszavonult a futballtól Rudolf Gergely, a nyíregyházi nevelésű labdarúgó pályafutása során szerepelt Franciaországban, Olaszországban, Görögországban és több hazai élvonalbeli csapatban. Rudolf a magyar válogatottban 2008 és 2014 között 28 mérkőzésen 10 gólt szerzett. Rudolf Gergely két évvel ezelőtt azzal a szándékkal tért haza szülővárosába, hogy a Spaliban fejezi be pályafutását. Az élet azonban másként döntött, a támadó az év elején az NB1-es Balmazújvároshoz került. Az Újváros kiesett az élvonalból, a 33 éves futballista pedig úgy döntött, hogy szögre akasztja a stoplis cipőt. Viszonylag könnyen döntöttem, viszonylag hamar meghoztam ezt a döntést. Már eleve úgy jöttem az Nyíregyházára, hogy itthon szeretném majd abba adni a pályafutásomat. Sajnos úgy alakultak a dolgok, hogy ez nem jöhetett össze, de én úgy gondolom, hogy abszolút elégedett lehetek a pályafutásommal. Lehet, hogy lett volna még benne egy-két év, de úgy gondolom, hogy most már a jövőre koncentrálok, és arra, ami a foci után következik, arra a pályafutásomra. Van elég dolgom, amivel tudok foglalkozni, úgyhogy nem érintett annyira rosszul ez a döntés. Pont Tisza Tibivel beszélgettük, ő is befejezte a pályafutását, hogy ő is meghozta ezt a döntést, nyilván neki is van dolga mellette, úgyhogy tud mit csinálni, minket annyira nem, és engem annyira nem rázott meg. Egyelőre. Rudolf Gergely 14 évesen kerül ki a Nancy Akadémiájára, majd később bemutatkozott a felnőtt csapatban is. Hazatérve a Debrecennél szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, aztán következett a Genoa, a Bari és a Panathinaikos. A folytatásban a Diósgyőr, a Győr, a Videóton és a Spari voltak a csapatai, majd a Balmazújváros jelentette a végállomást. 8 évet töltöttem Franciaországban, és hát nagyon hosszú és nehéz időszak volt. De rengeteget tanultam, és hogyha nem kerülök ki, akkor valószínűleg nem is lettem volna futballista. Úgyhogy hát nagyon jó volt, és egy olyan akadémiára kerültem, ami ugye Franciaországban is egyedülálló, és az egyik legjobb. Úgyhogy most nem titkolom, hogy a franciáknak szurkoltam a döntőben, tehát ennyi azért megmaradt ebből, meg néhány kapcsolat. Úgyhogy utána pedig hát nagyon szép éveket töltöttem, akár Debrecenben, de talán legjobb szívvel Genovára gondolok vissza, azt hiszem, hogy az volt így a csúcs a karrieremben, természetesen a válogatott mellett, hiszen szerintem egy sportoló életében a válogatottság az, ami igazából a koronát megkoronázza a karrierét az embernek. Rudolf Gergely 2008 és 2014 között 28 mérkőzésen 10 gólt szerzett a válogatottban. Mint elmondta, a jövőben egyetemi tanulmányaira koncentrál és építi a futball utáni életét, amelyben azért nem kizárt, hogy valamilyen formában később szerepet kap a labdarúgás is. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Az általános eljárás keretében összesen 1088 fő felvételére kerül sor, közülük 922 fő állami ösztöndíjas képzési formában kezdheti meg tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen 2018. szeptemberében. Továbbra is jelentékeny hányadot képez a pedagógus képzésre felvettek száma, mintegy 43%-át teszi ki az összes jelentkezőnek. Ezt követi a gazdasági, műszaki és informatikai képzési területek népszerűsége 14-10 és szintén 10%-kal.
Az almatermesztés jövőinek biztosításához új piacokra van szükség, ezek felkutatását segítette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Idén itthon és Európában egyaránt csúcstermés várható, ami ronthatja az árakat, és nagyban nehezítheti a hazai alma értékesítését. A Tispol Truck&Bus európai szintű ellenőrzés keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását vizsgálja a rendőrség és a katasztrófavédelem, de ezen túl ellenőrzik a rakományt, valamint a szállított személyeket is a tehergépjárművekben és a kamionokon. Az akciót az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján indította a rendőrség. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 26-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A folytatásban is meleg, labilis levegő lesz térségünk felett, emiatt záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet. Este azonban még zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható. Zápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is meleg, füllett idő várható. Általában a több órás napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és több alkalommal alakulhat ki zápor, zivatar.